2018. januárjában kétszer is telt házat vonzott Dunaszerdahelyen a Miniszter félrelép című vígjáték. A budapesti Bánfalvi stúdió parádés szereposztásban vitte színpadra a kínoszituációkat felsorakoztató darabot. Az egyik főszereplő a két évvel később elhunyt ismert színművész Gesztesi Károly volt. Előrejelzések szerint valami Guinness rekordot csinálunk, mert 7 hónap alatt mostani prognózis szerint 100 előadást fogunk letolni belőle. A Városi Önkormányzat a családi házas övezetekben 2018. februárjától bevezette a zsákos műanyag palack gyűjtést. A cél az volt, hogy csökkenjen a hulladék mennyisége, és több műanyag kerüljön újrahasznosításra. A zsákokba PET palackok, háztartási fóliák, kozmetikai cikkek dobozai, teljes és gyümölcsös dobozok, valamint fém csomagoló dobozok kerülhettek. 2018-ban sok minden történt a DAC futballklub házatáján. Tavasszal megnyitották a DAC Múzeumot és a Fanshopot. A sárga-kékek a harmadik helyen zárták a bajnokságot, és 25 év elteltével újra kiléphettek az európai kupaporondra. Novemberben pedig Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelenlétében ünnepélyes keretek között megnyitották a 10 futballpályával rendelkező MOL Akadémiát. 4 évvel ezelőtt 2 könyvet is bemutattak városunkban az elmúlt század 90-es éveinek dunaszerdahelyi maffia világáról. Szomolai Tibor a Klán, Maffia és politika Felvidéken című regénye hangsúlyosan foglalkozott ezzel az időszakkal. Gyurica Katarina a Rendes lányok csendben sírnak című könyvében 3 nő életútján keresztül bontakoznak ki a szomorú események. 2018. június 1-én tűzvész pusztította el a kenyeret és pékipari termékeket gyártó dunaszerdahelyi mini tüzemcsarnokát. A tüzet hegesztési munkálatok okozták. Egy füstmérgezés kivételével személyi sérülés nem történt. A becsült anyagi kár mintegy 10 millió eurós volt. Az új csarnok építése ősszel kezdődött el. Ennyire nehezített körülmények, ilyen nagy káresettel és ennyi tűzoltó bevetésével még ilyen terjedelmű tűzünk, ilyen veszélyes tűzünk még nem volt. A 4 évvel ezelőtti felvidéki vágta változatos kulturális programot kínált. A közönség láthatta a Marica grófnő című operettet, valamint az Alma együttes, a Csallóközi tánc együttes, a Colorado zenekar és a Rivalda színház produkcióját. A rendezvény történetében először adott koncertet világsztár, mégpedig Thomas Anders, a Modern Talking együttes egyik alapítója. Ban Dunaszerdahely városa mintegy 500 ezer eurót különített el a városi fenntartású alapiskolák sportpályáinak modernizációjára. A Szabó Gyula alapiskolában üzembe helyezték az első központi iskolakonyhát, míg az Október utcai Magyar Óvoda a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának részeként újult meg. A dunaszerdahelyi reformátusok 4 évvel ezelőtt ünnepelték a református templom megépülésének 20. évfordulóját. Az egyházközség a rendszerváltozás után a várostól szimbolikus áron vásárolt telket a templom építéshez. Céljukat támogatta a városi önkormányzat és egy hollandiai testvérgyülekezet is. Dat was eerst niet de bedoeling. Het was eerst gewoon het contact over en weer met elkaar, over geloof, betekenen. 2018. november 2-án felavatták az első és a második világháborúban elesett katonahősök emlékművét. Az emlékhely dunaszerdahelyi, sikabonyi, ollétejedi és csótfai honvédok szimbolikus sírhelye. A Bartók Béla sétányon néhány nappal később Vámbéri Ármin keletkutató ülőszobrát avatták fel. Maggyula szobrászművész alkotása helyi vállalkozók támogatásával magánkezdeményezésből született meg.